A belvíz visszatérő probléma. 2015-ben nagy gondokat okozott a gazdáknak Horgoson, Martonoson és Kispiacon. A sok csapadék és a talajvíz miatt kertek, udvarok, szántóföldek váltak szinte tavakká. A kaszálók, a nádasok bokáig érő vízben állnak, és az útmenti kanálisok vízszintje is megemelkedett. A homokvidék gyümölcsösei azonban szárazon maradtak. A kishomoki Szabó családnál két éve is károkat okozott a sok csapadék. Idén ismét ezzel küzdködnek. Több helyen is gondot okoz a belvíz, ahogy látják, közelebb sem tudtunk menni a szántóföldhöz, ugyanis akkora mennyiségű csapadék áll rajta. A tulajdonosok azt mondják, hogy attól tartanak, lehet az idén nem is lesz termés belőle. A szántóföldekkel nem igazán lehet dolgozni. Szeretnénk volna elszórni a műtrágyát is, a gabonákra, de nem mehetünk rá a földekre, mivel hogy akkora károk vannak már. Járhatatlanak a földek. Bognár pásztor Hajnalka, növényvédelmi szakmérnök szerint nem okoz gondot az eddig leesett csapadék. A növényeknek kellett ez a csapadék, mivel hogy a téli csapadék kimaradt, és hát ugye a homokos talaj pedig elég gyorsan át fogja engedni ezt a vizet, úgyhogy nem fog sokáig gondot okozni a növényvédelmi, illetve a más munkálatokban a határban. Hozzátette, amennyiben az elkövetkező napokban nem esik nagy mennyiségű eső, akkor az eddig felgyülemlett vizet felszívja majd a talaj.